Na hát, hölgyek, urak, akkor folytassuk, itt szünetbe jöttetek és kérdeztetek, de az a lényeg, hogy azért szoktunk így együtt konzultálni, hogy ha valamit kérdezel, azt ne csak neked mondjam meg a szünetben, hanem olyanok is meghallják, akik mondjuk Ausztráliából nézik, vagy akárhonnan. Mert ezért a világ minden tájáról nézik ezeket a felvételeket, és akkor, de tényleg azért a 20 ezer emberben már nagyon sokan, nagy részben Magyarországról nézik, utána Erdély, aztán Németországból, Angliából, Szlovákiából nézik nagyon sokan, Vajdaságból kevesebben nézik, de az USA-ból is nézik, vagy tehát a Dániából is. Igen, nagyon sokan nézik, és nagyon sok helyről, de még Óceániából is nézik magyarok, akik kint vannak, és nagyon aranyosak, mert nincs, aki ezt szóljon magyarul, és nagyon jó neki magyarul hallgatni egy előadást, így, pláne olyan dolgokról, amiről sehol nem hallani. De éppen arról szól ez, hogy bármiről szól. Értitek, mi a probléma? Hogy van egy előadó, és el tud mondani egy témát. De ez bármiről szólhat. Amit csak mondasz, arról is, amit neked a fejedbe forog. Azért mondom, hogyha van valami jó kérdése. Parancsolj. És másik, itt a lagráns pontoknál bolygókeringési pályán az merült fel bennem, hogy ugye ez az három elsőleges és három másodlagos lagráns pont. Ott a Jupiter alul balra, az a kis zöld pötty, és akkor két nagy kupasz van, ugye, a két trójai meg a görög. Hát az aténinek is mondják azt, itt görögöt írt. Nem tudta a nevét, aténi kis bolygóknak mondják azt, és az a lényeg, hogy ha az egyik trója, akkor a másik miért nem atén? Értitek, mi a probléma? Miért görög? Hát ugye a görögöknek leginkább a főváros most is atén. Tessék, parancsolj. Igen, de kapcsolódik elképzelhető az, hogy vannak hogy az elsődleges és másodlagos sorgalmazpontok, más igen. Az energiájuk. Hogy a balos és a jobbos forgású térszerelmes, mondjuk a Jupiter, Mars, stb. Ennek függvényében helyezkednek el. Nagyon pontos. Igen, így van. Tehát mondjuk egy női típusú, tehát balos csavarodású térforrás jobban megmarad az elsődleges vagy a másodlagos. Mondjuk a Vénusz ellenkezőleg forog. Csak úgy mondanám, hogy a tengelyforgás ellenkezőleg forog, és majd 243 nap alatt fordul meg a tengely mentén. Ami hülyeségnek hangzik, de nem fogod elhinni, hogy ez a Földnek volt a holdja valamikor nagyon régen, tehát több naprendszerrel ezelőtt volt a Földnek a holdja, és akkor volt a Vénusz is egyébként a Földnek a holdja, még régebben. De a később aztán ez a Földnek volt a holdja, a Vénusz, és ahogy az volt az érdekes, hogy ugyanazt az oldalát fordítja mindig a Föld felé, most is képzeld el, na erre nem tudnak ám gombot varni. Ez mit jelent pontosan? Hát, hogy mindig a Hold, az mindig felé fordítja egy oldalát. Olyan, hogy sötét oldala, csak a sötét újságírók fejében van, mert nincs neki sötét oldala, mert forog a tengelye mentén, és miután forog a tengelye mentén, állandóan, ezért bocsánatot kérek, nincs rajta olyan, hogy sötét, hanem körbe-körbe megvilágítja, hogy forog a nap, körbe-körbe mindig megvilágítja. Ha arról sütanak, mi meg így ketten összekapaszkodunk, és így sérisárizunk, tudod, ilyen forgunk. Akkor bocsánatot kérek, akkor te, ahogy forgunk, hol arra van a nap, hol az arcodat süti, hol a tarkodat, hol az arcodat, de így van? Vagyis, hogy ez egy marhaság, de úgy tanítják, úgy mondják, mintha igaz lenne, hogy a dark side, angolul is ugyanúgy, sötét oldala hodnak, az az újságírók sötét oldala, mert far side van, hátsó oldala van, mert a farod az ugye az a hátsó oldalad, de tehát hátsó oldala van a módnak, ami tőlünk nézve nem látszik, mert hogy mindig ugyanazt az oldalát van, össze van szinkronizálva velünk egy gépi szinkron ráadásul. Tehát azok az elképzelések, amik már nem igazak, mert hogy a hold most is lakott, az a másik, tehát hogy lakott, sokan vannak a holdon. Nem az, hogy fölment egy űrhajós meg, nem. Sok tízezren laknak a Holdon most is. Most. Csak a Hold belsejében, a felszínen nem nagyon lehet lenni, ugye, mert a Föld légüres tér van, fekete ég,
mindig fekete, nappal is fekete, úgy süt a nap, de rosszabb, 160 fok meleg van, úgy süt a nap, de fölnézel az égre, látod a csillagokat. Mert hogy nincs légkör, ami szórja a fényt, és azért látod nappal is a csillagokat. Na de ez az, az hogy a Földön itt most azt hiszük, hogy majd oda megyünk egyszer a Holdra, meg majd, hát ezt elejtsétek már. Ez egy ilyen bóckodás. Már annak idején, amikor az Apollo sorozat volt, már akkor voltak ebből botrányos, csak aztán eltusolták, elszillámoskodták. Mert hogy káromkodott az űrhajós Holdon állva, megfejtették az ausztrál rádiomatőrök a gyengén kódolt rádióadást, megfejtették, hát gondolhatod, hogy fölvette magnóra, és éjjel-nappal ezen dolgozott egy hónapig, mert meg akarta fejteni, és meg is fejtette, és akkor már hallotta, ezek tudnak ugye angolul, angol gyarmat, tehát tudnak angolul, és angolul beszélnek, az Ausztráliában angolul beszélnek, és akkor ezt rögtön értette, hogy mit mondanak ott fent a Holdon, mert ő ordítozott, hogy rohadt szemetek, fölültettetek erre a szemetes kukára, mert az az űrhajó, amivel fölvitték a Hold kompot, meg lejött, meg innen, az egy tűzjáték rakéta ahhoz képest, ami figyelte őket a közelből. Ott lebegett. Igen, egész addig lett volna ez biztos UFO, biztos földön kívüli, ez egész addig van, ameddig nem látta meg rajta a repülési, a földi repülési jelet az oldalán. Tehát, hogy ez egy Egyesült Államok által épített űrhajó, ami ott lebeg, nem esik le, meg nem, ott lebeg és filmezi innen, onnan, amonnan. Én még láttam azt a TV South Europe-on, a TV 5 francia és angol csatorna volt, ahol francia adtak, hol magyarul, ezelőtt vagy 30 évvel, a jó régen, amikor bevezették hozzánk a kábel tévét, ez még akkor volt. És akkor állítgattam be a tévét, meg ilyen kézzel csavargatós kis gombokkal lehetett hangogatni egy csatornát, és akkor egyszer csak megtaláltam a TV 5-öt, és akkor éppen a NASA-nak volt sajtótájékoztatója. A 20. évforduló vagy mi volt, de kicsit megkésve, de valahogy arra volt ez a sajtótájékoztató, és ott megkérdezte egy újságíró, a NASA-nak az igazgatója, vagy mit tudom én, ki volt ott, tehát ilyen fő nagycsarnokja a NASA-nak, megkérdezte tőle, hogy miért költik ilyen Hold, meg egyéb űrhajókra, meg ilyen szarokra, miért költik az adófizetők pénzét, nem, nincs nekünk elég bajunk, hogy ilyenre költik a pénzünket. És akkor intett ez a főnök, és akkor bejátszottak egy filmet, hogy az Apollo 13 vagy 11 után, nem tudom már milyen, azt hiszem a 11 után ment valamilyen földön kívüli űrhajó, aki egyáltalán nem mozgott ilyen szokásos módon, hogy fölgyorsul, lelassul, ide megy, oda megy, hanem tik, 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 így mozgott ilyen, itt van, itt van, itt van, tehát így ugrabugrizott körülötte, tehát térugrással arra ment, nem így a fizikailag a térbe ment arrább, hanem fizikailag a térbe arrább jelent meg. Az nem ugyanazt jelenti. És ott ugribogrizott, és akkor azt mondta, hogy ezért. És akkor mondta, hogy this is a strange spacecraft. Tehát, hogy ez egy idegen űrerő. Ezt mondta akkor. Bocsánatot kérek. A NASA-nál volt már UFO, akkor ott már volt UFO, aztán itt az MTA-nál még sokáig évtizedekig nem volt UFO, mert mindenki hülye, aki az UFO-król beszél. Most bocsánatot kérek, hát azért ennél már kicsit bejebb kéne lenni szellemileg, mert tanulni kéne, nem ezt kellene mondogatni, hanem tanulni kéne, rászabadítani a fiatalokat arra, hogy figyelj, foglalkozzanak vele, figyeljenek. Nézd meg, hogy csinál meg egy térugrást. Ha sikerül valahonnan egy filmet szerezned egy ilyen űrhajóról, ami nem szépen arrább megy, mint ahogy nekünk egy helikopter, hanem úgy itt van, aztán arrább van, ugrásszerűen, akkor nézd meg ezt a térugrást, hogy működik. Én mindjárt kétfélét is találtam ilyet. Kétféle ilyen módszert is találtam, nem most találtam, hanem ezelőtt, már 20 évvel. Találtam kétféle ilyen felvételt, az egyiken nagyon ugrásszerűen működött, de olyan gyorsan ugrabugrizott, hogy mit tudom én, a 60 másodperc alatt néha 3-at ugrott. Mert az expozíciós időnek a film
kameráknak az expozíciós ideje az ilyen 66 szekundumok voltak úgy általában. Na most a 66 másodperc, annyira volt nyitva a zár szerkezet, hogy 24 képet csinált, de 60. szekundumokat, másodperceket exponált rá, és ez a lényeg, hogy, vagy még kisebbet, az a lényeg, hogy ez alatt 3-at ugrott. Tehát 3 helyen látszott azon a felvételen, még filmes kamera volt, és még az a képkocka volt éppen az aktuális, arra 3 helyen vetítette rá, tehát azt jelenti, hogy az alatt, az idő alatt 3-szor vagy 2-szer arra ment. Tehát ez csuda. Volt, akkor volt olyan, amik ilyen tükrözéses módon rakta arra, ott van a felvétel, csak kicsit homályos, de azért látszik. Ott van a jobb oldalt az a pacni, az igen, és van előtte egy ilyen ferde valami, egy ilyen, az a ferdeség, egy ilyen tükörszerűség, de egy ilyen ferde. És az lenne az érdekes, hogy utána két helyen jelenik meg az UFO, arra fog megjelenni egy a következő képkockával, arra jelenik meg, és aztán eltűnik a tükör, és ő meg ott marad arra. De áttükrözte magát A-ból B-be. Tehát úgy ment arra, hogy nem mozdult meg, így A-ban lehet vezetni. Hogyha ezt nem A-ba vezette volna, akkor ez legalább 200-zal menne ez a, vagy még többen menne ez a űrhajó A-ból B-be. Az azt, hogy az A-ban nem igen vezetheted, ugye, mert az így 200-zal megy, miért gyorsul, mert hogy álló helyzetből 200, aztán megint álló helyzet, leszakad a fejed. Grebennikov az... Grebennikov az más, az más, más, más. Az is egy érdekes téma, a Grebennikov. Na, az a lényeg, hogy itt a térugrást lehet látni ezen a felvételen. Ez egy hajnalban készült felvétel, és ezért elnézést, hogy ez ilyen homályos, nem én csináltam. De találtam ilyen felvételt, amin jól látszik a térugrás, hogy csinálta. Ez egy tükröződős térugrás. De még az van, hogy nem csak egy ilyen ferde lap jelenik meg előtte, hanem mögötte is megjelenik egy ilyen másik ferdeségű lap, meg aztán előtte is megjelenik. Tehát a két tükör között rakja arra valahogy magát. Ez egy tükrözési eljárás. Ez egy másmilyen térugrás, hát sokféle földön kívüli van, sokféle technikát találtak ki. A másik, az világosabb felvétel, amin látszik, hogy ugyanezen a weblapon van, és ott az egy világosabb, ez egy világosabb felvétel, de nagyon hasonló UFO van rajta, tehát egy időben, de ez egy más technikát használ. Ha arrább lépteted, akkor meg fog jelenni érdekes módon. Látod, hogy megy arrább? Ez nem mozgott, hanem arrább lett. Aztán van, hogy egészen arrább lett, de ez egy képkocka. Még egy képkocka. És ha élesebb, menjél vissza egyet? Ott. Látod, hogy homályos a kép. Homályos, ott is még egy nagyon picit ugrott, vagy mozgott közben. És azért homályosodott el, mert ez fizikailag mozgott, aztán térugrást csinált, aztán megint fizikailag mozog, és így tovább. Tehát mind a kettőt tudja csinálni. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Ezeken érdemes elgondolkodni, és ezen a képen nem annyira látszik, de volt nekem még élesebben látszó változat, ahol lehetett látni, hogy 6 hajtómű van benne. Mert a hajtóművek ilyen gombócok formájában megjelentek, akkor is, mikor már onnan elugrott. Még egy darabig ott látszottak. Érdekes volt. Nagyon érdekes. Tessék, parancsolj. Szeretném megkérdezni, hogy milyen térugrások vannak még, hogy erről... Tudja, csodál, nem tudom. Ezt a kettőt felfedeztem. Ezt a kettőt felfedeztem. Hát van, amikor rögtön a nem térnem időben megy át, van, amikor csak a párhuzamos univerzum megy át, aztán sorban szinkronizálgatja magát lassan, viszonylag a nem térnem időig, akkor ott arrább megy, aztán visszaszinkronizálja magát. Az is térugrás, mikor szinkronizálja? Az is. Nem térben ugrik igazából, csak fázist ugrik, vagy hogy mondjam. Az azt jelenti, hogy a párhuzamos univerzumok egymásban csak fázisban térnek el. Tehát arrább van fázisban, és a téridő működését kell hozzáérteni, hogy annak a térforrásai öten vannak, öt atya van, aki termeli az állandóan a szent lelket,
És akkor van egy anya, ami az egésznek a hordozója, anélkül nem működik az egész. Tehát a nagy anya nélkül, ez a, hát a minden vallásban megvan, minden nagy világvallásban meg lehet találni, hogy az atyák öten vannak meg. Én megtaláltam, minden világvallásban megvan. Csak így van magyarázva, hogy úgy. Ez benne az érdekes, hogy tessék. És akkor az atyák termelik a teret, az anya pedig az időt biztosítja. Igen. Egyébként a tér is időből áll, csak az egyik az atyák teréből áll, a másik az anyának a teréből. A kettő együtt lesz úgy nevezhető majd téridőnek. Bár egyébként a tofu habahúnak hívják a zsidók például, ugye az létezik, az a tofu és bohú, ez azt jelenti, ugye ez a két ősteremtő, amiből keletkezett a világegyetem. Ez abszolút megvan. De akkor a szinkronizálása nem csak az ötre, hanem a hatra kezd. Mindenre szinkronizálni kell, baromi bonyolult, és kicsit is elrontod, akkor lemarad a felőd vajon. Szóval ott nincs tévedés. Egyszer tévedhetsz, de csak egyszer. De rosszul szinkronizálsz valamit, kész. Most még a nagyon fejlett technikákkal is előfordulnak balesetek. Még a nagyon fejlett. Mert közben éppen beleböffent valaki, belepúzik egyet a nem térnem időbe, odaér az a hullám, és arrább rakja. És akkor a francba puff, nem ott jön ki, ahol kellene, akkor már minden baj van. Mert arrább rakja az időben. Ha volt még ilyen térugrásos kép, csak ne, az most nincs nálunk, az, hogy ugráltak az, ahol a fa is arrább helyeződik, emlékszel Peti arra? Hogy volt olyan, csak nem tudom, hogy hol található, az öreg... Sorozatban. Mit? A sorozatban. Ez az a kép csak. Nem. Az ott nappali, az egy nappali kép, hogy három űrhajó van rajta, film. Hogy három űrhajó van rajta, és egyszer csak egy elugrik. Eltűnik. Egyszer eltűnik. Tik, nincs. És az benne az érdekes, hogy közben arrább helyeződik az egész. Volt egy svájci ilyen óragyári munkás volt, aki UFO-kkal találkozott, aztán elkezdte hobbiból filmezni őket, fényképezni, nagyon kezdte fényképezni, és hát persze megpróbálták lecsalózni, meg mindent próbáltak, megpróbálták eltüntetni, UFO-k nincsenek című történet volt, és akkor UFO-k nincsenek, akkor sincsenek, ha már látod őket, és ha már itt vannak, és ha akármit csinálnak, akkor sincsenek. Tehát ilyen volt, és ez az óragyári munkás, nyugdíjas volt, sérült volt az egyik keze, valamilyen baleset ért a gyárba, és akkor levágták a kezét, és akkor fényképezett, ez volt a hobbija neki. Mert volt elég nyugdíja, aztán azzal elszorakozott, hogy fényképezett, és nagyon sokszor találkozott földön kívüliekkel, mert a végén összehaverkodott velük, minden, még fegyvert is adtak neki, hogy átlőtte vele a fát, így megvan a luk a fán most is, tehát úgy lőtt át egy lézerszerű fegyver, de ekkora lukat nyomott a fára, szóval nem cicozott, ekkora... Billy Mayer, igen, ő az. És az van, hogy egy film volt, amin ez, ott az nagyon szépen látszik, az űrölt, a bal alsó sarokba kilóg egy kicsit, a kékes színű ott az. De ez már nem a Vénusz, tudod, nem a Vénusz látta rosszul, szóval ezt már nem lehet bemagyarázni, mert ez egy bazi nagy űrhajó, és ez fönt lefényképezte, és hát mindent próbálkoztak vele, mondom, megpróbálták leégetni, lejáratni, hát persze, ez megvolt. De nem keresett ez vele annyit, hogy lejárassák, tudod, nem az volt a lényeg. De ő nagyon jó filmeket csinált, térugrásról is kettőt is találtam nála, olyan filmet, hogy rajta volt a térugrás. Amit mondtam, hogy arra helyezte a másik két UFO-t, három állt, így lebegtek így, és akkor egyszer csak így az egyik eltűnt, és a másik kettő így arrább ment. De ilyen gyorsan. Tehát az egyik mellettük csinálta meg a térugrást, és ezért őket is arra helyezte. Na mert, hogy hát persze, meg te. Igen, de az ágat is arra helyezte. Tehát a kameráról látszott egy ilyen bokornak az ága. És azt az ágat is arra helyezte, ugyanúgy, mint a két UFO-t. Tehát olyan téridő anomáliát csinált, hogy a bokrot, az egész földet talán arra helyezte az időben. Szóval érdekesek vannak.
És volt több ilyen is, amelyet nagyon jókat filmezett. Nagyon jókat filmezett ezek. Ezek ott randalíroztak Svájcban. És aztán abban az időben, pont amikor ezek történtek, akkor én beszéltem földön kívülivel, és akkor azt mondja nekem, hogy azt mondta nekem a nagyfőnök, hogy hol van, menjél Svájcban, menjél ki ott, szerb is a kilátás vagy valami, és kimentünk Svájcba, nem láttunk UFO-t, egyet se, de itt aztán meg Magyarországra elmentünk a TV kamerájával, ekkora nagy Sony kamerával elmentünk, tehát ilyen a Királyi TV-nek a nagy kamerájával, meg a forgatott csoportjával elmentünk, le is filmeztünk UFO-t, soha nem mutatták be, azt mondanom sem kell. Ez van. Úgyhogy nem engedték bemutatni. Ugye abban a pillanatban, hogyha nem én hamisítottam, mert nem tudjam azt mondani, mert bocsánat, nem, én csak egy ilyen kis passzív résztvevő voltam ott, ez résztvevőcske. Hát a kamera nem az enyém volt, a rendező nem én, a operatőr nem én, hanem és nem is vághattam meg, mert ilyet nem is tudok már vágni, olyan stílusban volt fölvéve, tehát olyan kamerával, amit én nem is tudtam vágni elektronikusan, mert nem volt hozzá szoftverem. És ennek ellenére, na itt van, fölvett ilyen itt-ott csalinkázó filmeket is. Ez pont olyan, mint a Haunebu. Igen. Bizonyára ennek az őse volt a Haunebu, de ezek nem földiek voltak. Csak valószínűleg onnan kaphatták azt az információt a Haunebura, amikor megépítették. És az is egy érdekes, azt a németek építették, a Vrilt meg a Haunebu sorozatot, azt mind a kettőt a németek építették, még a második világháború alatt. Olyan csoda fegyvereket fejlesztettek, hogyha lett volna rá nekik idejük még egy év, akkor tényleg letarolták volna az egész világot, ha akarták volna, akkor olyan fegyvereket fejlesztettek. Aztán ezek a fegyverek aztán meglettek, mert az atombombákat, amivel a Hiroshima-t, Nagasaki-t felrobbantották, azt éppen Németországból kirajzott, kimenekült kutatók, zsidók adták át a tudást, amit egyébként meg a szentírásokból vettek. Na, az volt benne a pláne, hogy őrült nagy gyűjtést rendeztek a Hitler, őrült nagy gyűjtést rendezett a Tibetbe, hogy a szent könyveket, a védákat megszerezze, azért, mert abban olyanok voltak leírva, atomfegyverek, meg ilyenek, amik akkor még nem voltak, de ott van leírva. És akkor hát meg akarta szerezni, és meg is csinálták, az benne a pláne, csak jobb volt a felderítés, nem figyeltek, elfecsegték valami, és nem tudták befejezni a nagy balhét, de egyébként nagyon nagy balhét kezdtek. Nagyon nagyot, nem kicsit, nagyon nagyot. És aztán az amerikaiak csinálták meg az atombombát, és akkor már japánok ledobták, akkor nem kellett volna, japánok akkor már padban voltak, de nagyon akartak példát statuálni, és akkor két atombombát, egy plutónium, meg egy uránium bombát is felrobbantottak. És akkor ez őrült nagy pusztítás végzett, ilyen városokat letaroltak vele csúnyán, durván. Megégtek benne az emberek, meg rádióaktív szennyezésben haltak bele, szóval kemény balé volt. És ez az úriember, aki, ez nem ő, nem ez az óragyári munkás, ez az úriember riportot csinál vele bizonyára, mert ott ezzel sokan próbálkoztak, jártak nála a japánok, fölvették az összes filmjeit, bejátszották és ott Japánban, bemutatták és ott a Japánban, ott volt az eredeti szöveg, meg volt, hogy nem mondták rá, hogy szélámos meg csaló, hanem kikockázták a felvételt a legprofibb technikával, és akkor hát ez nem csalás, mert hogy ilyet nem lehet hamisítani. Abban az időben még nem is volt rá technika, hogy ezt meghamisítsa, így, ahogy ez kinézne. És az a lényeg, hogy ezek a kutatók ott nagyon sok mindent összepróbáltak szedni, ezekből a filmekből lehet tanulni, de ezért mondtam, hogy miért ugatnak rá, ahelyett, hogy pénzelnék azokat, akik végre vették a fáradtságot, hogy ezt próbálják kutatni, mert hogy olyan információkat lehet belőle megszerezni, amivel 1000 évet mehetsz, vagy 100 évet mehetsz az időbe előre,
annyival okosabb lehetsz. Nem majmolod a másikat, lesegetem, ezt csinálják, hogy lesegetik a másikat és próbálnak tőle lopni, mert ezt csinálják. Ellopni valami ötletet. Ipari kémek, ugye, meg mit tudom én. De hogyha megtalálják ezt az információt, hát akkor van is eredmény. És van is eredmény, hát akik ezt igazán csinálják, azok éppességgel a magyarok meg a zsidók. Most képzeld el, hogy ezek ketten azok, akik tudják csinálni, az összes többi az sehol is. A Szilárd Leó meg ezek is magyarok voltak. Magyarok voltak. És innen elmentek Amerikába, és ott érvényes, adtak nekik pénzt, meg érvényesült. Az Einstein is. Ugye kimenekült Amerikába, amikor kiment Amerikába, akkor a vezércik ilyen nagy fejcímen ott volt, megjött a habokos Einstein Európából. Szóval ilyen vezércik, vagy most már kinyalják a segélyt fényesre, de hát akkor még, ez ilyen, milyen gyerek, miket beszél ez össze. Hát így működött, de mindig így működik a tudományban. Tehát a kerékkötők azok egyre durvább és durvább handabandát csinálnak, aztán még pofán esnek, és akkor elhúzódnak, elsonfordálnak, így ellábuk, ilyen csendesen elsonfordálnak, hogy nehogy kiderüljön róluk, hogy hülyeséget beszéltek. Ugye? Most meg pláne nagy gáz van, ugye? Mert most mindenhol kamera van, telefonokban, meg mindenhol. Most már nem úgy van, mint régen volt, hogy hát nem is azt mondtam, visszajátszak neked, de ezt mondtad, nézd csak. Szóval ilyen, és akkor milyen humoros volt. Mert hogy puska mikrofon, minden, na itt van ez az a felvétel. Most megtaláltak Peti, a három UFO-val. És ott van az ág is benne, belelóg az a ferde csíkot keresztbe, az egy ág. És amikor elugrik az UFO, ez egy film eredetileg, nem csak egy fénykép, hanem film, és akkor elugrik a bal oldalt lévő UFO ugrik el, aki bal oldalt van, elugrott, a kettő ott maradt. És az benne az érdekes, hogy arrá ment a kép. Na most figyelj ide, ez egy filmes kamera volt még, ilyen, tudod, ilyen rendes, fényérzékeny, celluloid film, ez nem kamera volt, nem elektronikus kamera volt. Most bocsánat, az így nem tud csinálni. Így tud ugrani, de így nem tud, mert benne van egy vezetősínbe. Az oldalra nem tud elugrani, egyik képkockáról a másikra nem tud elugrani. Tehát ez a lényeg az egészben. Ha begyűri, akkor el tud csavarodni, de az nagyon látszik. Mondhatják meg, hogy vágta a film. De nem vágta, mert nagyon pontosan ott van minden a helyén, csak annyival arrább, igen. De a két UFO ott maradt, csak egy nagyon picit arrább ugrott. Volt egy másik, az is érdekes volt, az egy ilyen messziről vette föl, ilyen lent látszott le, egy magasságban vele az UFO, de ez egy lejjebb volt a völgyben, egy valamilyen akármi, ilyen falu, és akkor ott lebegett fölötte egy UFO. És akkor az UFO eltűnt, azt visszajött. Tehát nagyon érdekes volt, hogy ahogy eltűnt, meg visszajött. Na ez érdekes volt, mert iszonyú gyorsan képkockára tűnt el. Tehát olyan gyorsan tűnt el a képről, de közben egy negatív fényvillanást csinált. Nagyon egy sötét villanást csinált, nem világ, mint a vakú, az egy világos színű villanást csinált. Ugye az fölfénylik egy pillanatra. Ez nem, ez lesötétedett egy pillanatra az egész kép. A távoli nem. Tehát a távoli táj nem sötétedett le, de amik közel voltak, tehát ilyen 100 méteren vagy 200 méteren belül, az lesötétedett egy nagyon gyors villanásra, egy képkockára sötét lett. És aztán meg elmúlik. Tehát olyan, hogy most bebuknak ezekkel a simlis csaló, mit tudom, handabandákkal, amiket magyaráznak, hogy tudod, a tornyot is lerobbantották, ezt mindenki látja már, csak a hülye nem látja, hogy ezt robbantották. De mivel? Tudnék, az volt az érdekes, hogy a robbanáskor blackoutot csináltak a felvételek. Én ilyenekre szoktam figyelni. Volt egy arab felvétel, valahol arabok vették föl, talán Jemenbe, hogy felrobbantottak egy ilyen, nem tudom, milyen atombombaszerűt, felrobbantottak. Mi volt az érdekes? Nagyon-nagyon pukkancan, ilyen nagy vastag izét csinált, robbanást csinált. Tehát nem ilyen hosszúkás, magas, kis vacak, nem ilyen taktikai atombombácska volt, hanem ilyen komoly, nagy atombomba volt, és ezt fölvették egy telefonnal. Na de, nagyon érdekes volt, hogy később ért oda a neutron sugárzás.
mert az olyan hatszoros hangsebességgel megy csak, tehát nem mint a fény, az fénysebességgel megy, az 300 ezeret megy másodperc alatt. De a hangsebesség az 1200, na most ez 6000-rel megy mondjuk, tehát egy 2 másodperccel később ért oda a neutron sugárzása felvételre, már látszott az atomrobbanás, amikor egyszer csak ilyen ezért csinált a felvétel, ilyen hangyás lett egy pillanat alatt. Hát a rádióaktív, nagyon erős rádióaktív sugárzás ezeket az elektronikus vackokat is megbolondítja, de néha ilyen a kamerák akkora nagy változást csinál egy erős neutron sugárzás, hogy a kamerák ilyen blackoutot csinálnak, vagyis hogy össze-vissza bebondzsul, nem lát semmit, szerencsétlen egy darabig, kapkod a szinkronért, kapkod mindenért a kamera, mert akkora nagy a sugárzás, hogy ezt már nem bírja ez a kamera, és ilyen volt a tornyok robbanásánál a felvételben. Aztán később, de az eredetit kell megszerezni, mert kivágták belőle, meg simriskedtek vele. Kivágták belőle, de közben benne volt. Benne volt. Nem kell semmit csinálni, gyerekek, elmész egy kicsit ott a Manhattanbe, és akkor ott ilyen, ha ilyen karbantartó vagy, akkor ott tudsz ilyen port szerezni a francba fönt a tornyokon, még van, mert annyira nem takarították le. És akkor ott találsz majd ilyen termitet, ilyen robbanóanyagot, ami meg, ezt még megsegítették, amire emeletenként így, vagy 5 emeletenként berobbantották, és lejött az egész. Gyerekek, ekkora nagy acélizék nem dőlnek le csak úgy vízből. Hogy így, mint a gravitációs sebességgel nem jönnek le az emeletek, felejtsük el ezt, ez nem történik meg. Ha robbantják, akkor se. Tehát ha sorba berobbantják szokásos robbanóanyagokkal, de akkor is lehet látni, szóval van neki egy ilyen ding-ding-ding-ding van. Tehát úgy megy le, de ez folyamatosan esett lefelé, gravitációs sebességgel jött lefelé az épület. Parancsolok. Az engem mondottam, hogy már úgy építették. Hát nagyon meg lehet, hogy már úgy építették, de hát például érdekes volt a VTC-7, mert a VTC-7-et nem találta el semmilyen repülő, és ez egy utcasarokon arra lévő épület volt, kisebb is volt, nem is találta el repülő, mégis így berodjan a közepe, úgy dől össze, így berodjan a közepe, és úgy dől össze, ahogy beszokták robbantani, hogy egy helyre menjen a törmelék. Tehát, hogy a közepét kirobbantják, és akkor beledől a törmelék a gödörbe. Na de hát, jó lehetett látni, hogy berodjon először a teteje, és ott nem volt semmilyen tűzjáték, nem volt. Égett ilyen tábortűzszínvonalú, valami, de bocsánatot kérek, ez egy ekkora acélgerendákat egy ilyen rözsetűz már nem fog elolvasztani, szóval ezzel el lehet felejteni. Lehetett látni, hogy ott valami kis tűzszerűk égnek, hát az egy vicc volt. Az biztos nem olvasztotta meg az épület közepét, amikor a jobb szélén égett. És hogy ez egy hosszú, ilyen utcasarokti nagy, hosszú, viszintesen hosszú épület volt, ez csak 50 emeletes vagy mekkora volt, de így robbant a közepe. Ami a legviccesebb az volt, hogy bemondták a New York-i tévébe, aminek a hátterébe látszott. Tehát látszott a hátterébe, ki lehetett látni az ablakon az utcára, és lehetett látni ezt a VTC-7-et a felvételen éppen, ahogy a stúdióban magyarázott a bemondó nő. És akkor bemondta, hogy összedőlt a VTC-7. És akkor a fülesébe beleszóltak, hogy mi, nem dőlt össze, ne csináld hülyeséget, nem, hátra nézed, és akkor utána dőlt össze. Na de bocsánat, ez egy látnok volt, aki ezt ugye odaírta neki a papírra, hogy a VTC, a menetrendben egy kicsit elsiették. Tehát ugye nem akkor robbantották le, azt mondták, hogy fél 8-kor fogják lerobbantani, hát nem fél 8-kor robbantották le, hanem fél után 5 perccel, és akkor már ilyen, már fél 8-kor be lehet mondani, hogy lerobbantották, hát nem, mert 5 percet késtek, és akkor nem. Szóval, hogy mondjam neked, az egész nekem annyira mesterkét volt, hogy hazudjatok, de hát ennyire gyerekes hazugságokkal ne akarja megmondítani. Tehát az, hogy a Pentagon két helyről támadta meg ugyanaz a repülő. Két helyről, mert két luk sorozat volt, de csak ilyen várólindítható szarral lőttek bele. Még sokáig állt az épület, semmi nem volt, tehát nem dőlt össze még, 12 méter vagy mennyi szélesen dőlt le, de a földön nem sérült meg semmi, a lámpák álltak, nem volt leverve róla a festék, nem volt kidöntve a lámpa, az ostorlámpa. Szóval, hogy milyen bajok voltak ezzel a történet, várólindítható elfért, az nem volt probléma,
A nagyon a föld felszínének közelében nem tudok menni, mert ott voltak ilyen burigák, tudod, az a kábeldob, az a bazi nagy kábeldob, itt is szokott lenni, tud, ismeritek azokat a nagy deszka kábeldobokat, amiket ki szoktak rakni az utcán, akkor fektetnek ilyen vízkábeleket, ilyen telefonkábeleket, meg ilyeneket. Na itt van, megtalálta a Pétert, na azt nézd meg. Hopp! Most figyelj! Hopp! Arrább mentek. És akkor egyszer csak fogja magát, és azt mondja, hogy egyik megy el. Ott nem, kettő ment el egyszer, és ott maradt egy. Tehát, igen, hát ilyen, ezek a térugrásos felvételek, ezekből lehet tanulni. Tehát ezeket meg kell nézni, és szakértő szemmel megnézni, és gondolkodni, hogy hogy lehetséges ez. Mert nem válik semmivé, mert a materialista azt hiszi, hogy ez semmivé válik. Nem, nem. Abba az űrhajóban továbbra is mennek, rajta, benne vannak, stb. Nem válik semmivé. Aztán majd valahova átúrik, és akkor az atomjaiból összerakodik. Ilyen maraságokat hallottam már. Mert nem tudja elképzelni sehogy se, hogy hogy tud A pontból a B pontba úgy átmenni, hogy nem gyorsul, nem lassul. Mert hát a 100 G-vel gyorsul, érted, ahogy ez gyorsul, a 100 G-vel gyorsul. Most a 100 G, a puska golyó, ha nekilövöm az acélgerendán, a 90 G-vel lassul. 90 G-vel. Na most már a 10 G-t egy ember nem tudja elviselni. Mondjuk 10 másodpercnél tovább. Ilyen nagyon gyakorlott pilóták, vadászpilóták, ugye gyakorolnak ilyet azért, hogyha nagyon hirtelen kell neki kanyarodni, akkor ott nagyon nagy, komoly gravitáció lép föl. Tehát baromi erővel a vére belemegy a lábába, de az összes vére mind a lábába akar menni, mert olyan nagy a súlya a vérének, hogy kiszívja az agyából a vért az alsó része. Tehát a vére a segében van, a fejében nincs. És akkor elálljuk be, feketedik neki minden, mert hogy a vér az kiment, és az agya az vérrel működik még, és akkor nem lát semmit. Tessék, látsuk. Attól még, hogy van egy térforrásom az űrhajón, attól még nem lesz rajta mesterséges gravitáció. Attól még, hogy van egy térforrás, nem tudom, hogy úgy lehet meghatározni. De merre lesz a felfele, meg a lefele? Ez az. Tehát lesz felfele, meg lefele, ez már a technikának része, hogy lesz felfele, meg lefele, és tud mesterségesen gravitációt is előidézni, állandót. Tehát, hogy te, neked nincsen semmi kellemetlen érzésed, nem vagy súlytalan se. Súlytalanság az, azt hiszed, hogy jó, hát próbálgattam már, gyerekek, nem nagyon jó, mert nem nagyon jó, mert elkezdesz lebegni, olyan érzésed van, hogy esnél lefelé, de ejtőernyő nélkül. Szóval nem annyira jó érzés, úgy lebegni, és ezért nem annyira jó érzés. A súlytalanság ilyen. Hát az űrállomáson ott úgy közlekednek, hogy így meglökik magukat, aztán mennek a levegőbe, de nem kapaszkodnak semmiben, néha, hogy ne menjen neki valamilyen műszernek, mert tele van minden műszerekkel, ne menjen valami fogantyúnak, vagy valami szarnak neki, hát azért próbálja azért elkapni, de így lebeg át mindenhol, nem használ semmilyen eszközt meg. Próbálkoztak csinálni, a tapadó szívzárat akkor találták ki. Tudod, melyiket a tapadó szívzárat? Tépőzár. Tépőzár, igen. Akkor találták ki, mert először mágnest akartak rakni a cipőkre, és akkor úgy, hogy a vaslemez a járda, és akkor úgy, hogy fognak ők ott menni egyáltalán. És akkor kitalálták a tépőzárat, de nem kell tépőzárat, gyakorlatban aztán kiderült, hogy nem kell az se. De akkor találták ki a tépőzárat, hogy majd megoldják vele az űrhajósoknak a cipőjét, és akkor a padló az egyik fajtából van, a másik fajtából meg a cipőn van föl dekorálva, és akkor úgy tudnak menni, hát rettentő hangot adott volna, cupogó hangot adott volna, ha mennek, de hát aztán mégse kellett, mert aztán kiderült, hogy meg lehet azt szokni ezt a levegést is. Volt, aki már egy évig is volt fönt, ilyen rekorder, tehát nagyon sokáig volt fönt. Azt akarták megnézni, hogy öregszik fönt meg lent. Tehát, hogy a nagy sebességgel mozog, akkor a testvére, az ikertestvére meg lent maradt, az is űrhajós volt, de az lent maradt, és akkor vizsgálták őket, hogy öregszenek, és tovább tesz. Azt akarták igazolni, ez egy ilyen elméleti dolog. Úgyhogy valamit akartál.
Én akartam köszönetlen a kezemet, mert én mindig nem értem ezt, hogy majd tudjuk, hogy merre van, illetve meghatározunk, hogy merre van a felfele meg a lefele, mert hogyha a Földet egy űrhajónak vesszük, mert pedig leegyük és van közepében térforrás, akkor már van az Ausztráliában lévő embernek... Feje lefele áll hozzád képest, igen. Nem ám. Tehát egy sugár irányban, nagyon szép is volt. Tehát egy sugár irányban van. Igen, igen, de meg tudják azt is határozni, hogy a padló így áll nekem, hozzánk képest így áll az űrhajó, és így állnak benne az űrhajósok, és ő neki abszolút nincs probléma. Tehát ő neki a lába arra, a segge arra fele húzza, pedig nem így áll, hanem így. Mert ő meg tudja határozni a lentet, meg a fentet is. Ez azt jelenti, hogy a térforrásnál meg lehet határozni azt, hogy a, persze, a persze. Spinforgásnál rájön. Persze, persze. Akkor a térforrás elindítja a forgásokat, és akkor rögtön a gravitáció, ami nem a Higgs bozonra. Nagyon meg lehet, hogy még egy aszinkron, vagy egy, egy másik vele szinkronban lévő a térforrásoddal, szinkronban lévő térforrás az, ami ezt definiálja. Mert olyan szokott lenni. Sőt, néha több. Mert ha nagyon nagy az objektum, amiben ezt meg kell határozni, akkor több határozza meg, hogy merre van a lefele. És hát ugye az előbb mondtam egy ilyen furcsaságot, hogy vektoron ugrik. De hát ez a vektor, ez egy irányvektor, aminek meg tudom határozni a nagyságát, az az idő, hogy mennyi ideig torzítom a térforrást. Azzal az idővel tudom meghatározni, hogy a vektor milyen hosszú, és még az irányát is meg tudom határozni, és ezzel tudok ugrani innen oda, A-ból B pontba, tehát meg tudom határozni a helyet, ahová akarok ugrani. Tehát ez sokkal komplexebb, szóval ennyi az egész, mert szinte mindenki használ szondákat, tehát előre küldözgetnek egy ilyen, legyen ekkora szondát, ami mindent tud. Tehát térugrást meg mindent tud, előre küldik a szondát, ahová ugrani akarnak, és akkor amikor oda ugrik, előtte oda küldi a szondát, körülnéz a szonda, jöhetsz, akkor utána ugrik, akkor megint előre küldi a szonda. Egy helyen lehet ezt látni összesen a cápa filmben. A cápa filmben benne van két helyen UFO. Más is rájött, de ő kikerült. Az a film, ami kikerült a forgalomba, a cápa, igen. Képzeld el, benne van az UFO, hogy megy a feje mögött a főszereplőnek, hogy hívják, nem tudom, hogy hívták a főszereplőt, nem tudom én. Tehát így nem azért, hogy elment előtte meg egy filmhiba, meg nem, mert megy a fejem mögött ez a valami, tehát lehet messzire a háta mögött megy egy UFO, méghozzá ugyanazt csinálja, hogy kihez egy térforrást, kirak egy térforrást, utána megy, kirak egy térforrást, utána megy. Roy Schneider, igen. Az volt, aki a Stukkerjáért, amikor lement a cápa, hogy lelője, vagy a gázpalacba belelőjön, vagy valami ilyen oda lement, és felhozta a Stukkerját. Mert éppen csócsálta a nagy gázpalackot, de nem robbant fel a gázpalack, és akkor úgy belelőtt egyet, és szétvitte a cápát darabokra. És akkor jött a jó, ki volt találva, az aljas volt, mert az volt, hogy jött a cápa, és akkor az element hozzá, és akkor megint jött a cápa, már mindenki izgult, jön a cápa, azt egyszer nem jött az ered, de jött a cápa. Nagyon ki volt állva, pszichológiailag nagyon ki volt, mindenki szétrúgta a széket, olyan váratlanul megjelent az bazi nagy cápa, igen. Na jó volt, na itt a Schneider, és ott az UFO, nézd meg a feje mögött. Milyen ügyes a Péter megtalált. Ott megy a feje mögött. Bizony, ez nem meteorit, mert ahhoz képest nagyon lassú. Tehát a két kockán két lehet látni, és előre helyezget. Kettő látszik, két ilyen felvétel is van ebben a filmben, az a lényeg, hogy ott látszik, meg lehet keresni, úgy nem működik meteor, ahogy ez megy, tehát nem lépkedve megy egy meteor, szóval biztos, hogy nem. Tehát ilyen van, és ezeket érdemes megnézni azért, hogy én nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy vannak UFO-k, mert vannak, persze, hogy vannak. Hát ki az a hülye, aki azt képzeli, hogy ebben a galaxisban van 100 milliárd csillag. A 100 milliárd csillag közül csak minden ezrediknek legyen bolygórendszere, mert van. Már exobolygók ezer szám vannak. Tehát már tudjuk, hogy más csillagok körül is keringenek bolygók.
ez tény. Ez nem én találom ki, nem ez már tény. Na most, hogyha, bocsánatot kérek, hogyha ennyi bolygón, hogy csak a Földön teremtett az Isten életet, és sehol, sehol máshol is, ja, és 100 milliárd számolnó galaxisok is, további galaxisok, 100 milliárdszor 100 milliárd csillag, és képzeld, hogy hány lakott bolygó van ezek körül, hát hányan laknak. Ez ilyen kis hitű, kis pályás, ilyen csököc, lóellenzős elképzelés, hogy csak itt van élet, meg csak a Földön teremtette, mert a Földet teremtette. A Földet, amikor teremtette az Isten, ami le van írva, az a földelem. A Mózes 5 könyve az a földelem leírása. Hogy hogy teremtette meg a földelemet. Nem a föld göttekét, hanem a földelemet, a neutront. Hogy csinálta meg? Képzeld el. Az van benne leírva. Mindent belemagyaráznak, mindent hisznek. Ilyen gyilkosság, olyan öldöklés, olyan, mindent belelátnak, belehallanak. A gyerekek, nem arról szól, hanem egy részecskének a keletkezéséről szól. Nézzetek utána egy kicsit, hogy hogy működik, sifradi, szeniutra, nézzetek utána, és akkor meg fogok találni. Igen. Ott van, 12 mondatban leírva a neutron keletkezése, bizony. Tehát itt van a lényeg, hogy ott van előttünk a megoldás, ez már megvan, ez a szöveg is megvan, kitettem az internetre, el lehet érni. Tehát nem igaz, hogy te nem juthatsz hozzá, hát ha nem akarsz, akkor nem. De amennyiben beírod, hogy hunok.hu, és végignézed a lapjaimat, akkor ott fogsz vele találkozni. Hogy ezt leírva, ki van emelve, színesen, hogy észrevedd akkor is, ha nem látod, hogy ki van emelve, hogy nézd csak ide, mi van itt szöveg írva. Tehát ezeket érdemes megnézni. Már a múltkor is kezdtünk foglalkozni a bőme szövegekkel. Azon is érdemes foglalkozni. 1500-as évek, 1620, mikor akkor adták le ezt az anyagot, és ez nem más, mint a tudáskönyve. Ez a Véda, és ez a tudáskönyve megvan az izraeli főkönyvtárban. Csak nem tették közzé. De megvan, megvan, és ebből lettek okosok azok, akik aztán az atombombát megcsinálták meg. Nem véletlenül lettek okosok, hanem olvasták az indiai szakirodalmat. Na, mit találta Petike? Azt mondom, hogy ez úgy néz ki, mint egy meteor. De az objektum, amit látunk az égen elhaladni, az felvillanáltani, míg az árbóc az folyamatosan a ring. Hát persze, mert a izén van. Tehát nem lehet meghamisítani könnyen. Tehát azt mondod, hogy nem képkockáról képkockára van, nem lelassítva van a felvétel, hogy így lássuk a képkockára. Ne, hát ringatja a hajót a tenger. Nem egy lassított felvételt látunk. Nem. De megy mögötte, két helyen láttam benne ebbe a filmbe, kettő helyen láttam azt, hogy megy a feje mögött el egy UFO. Az egyiknél az UFO, a szondát a felhőbe berakta. Hogy az micsoda, hogy kemény valami, vagy mi. Tehát, hogy berakta a felhőbe, hogy nem átszázza ott magát valami veszély, és felhővel átszázza magát, beküldte a felhőbe, körülnézett a felhőbe, és ő is beugrott utána a felhőbe. De akkor ugrott csak be a felhőbe, és utána a felhőnél nagyon érdekes jelenségek voltak még, ami még nagyon izgalmas. Tehát ilyen villogások, meg mindenféle voltak a felhőbe, nem villámlás, hanem ilyen érdekes jelenség. Persze, ezek, ja jó, hát ezt nem azért csinálták itt, nem az UFO-t filmezték, hanem csak véletlenül áttérben ment UFO. Sok filmben látszik egyébként, sok mozifilmben látszik ilyen. Sokban. De azt direkt hagyják benne? Nem direkt hagyják, nem veszik észre. Hát nem veszi észre. Hát nem, a vágó nem veszi észre, meg kell is a jelenet, mert már nem tudják megismételni, kell a jelenet. Hát megy ott valami, betormod, azt mondjuk kész. Lehet, hogy észreveszi, de nem tudja kihagyni, mert akkor a film nagyot zökkenne, hogyha ott kihagyná csak egy kis egyperces rész, már kiderülne, hogy nagyon zökken a film itt, valamit csinál, de honnan veszi, hogy kerül a kezébe a pisztoly. Tehát szóval egy csomó ilyen dolog van, amit nem lehet kihagyni. Aztán nem könnyű megismételni, kint az óceánon nem könnyű megismételni ez a felvétel, hogy az ugyanolyan legyen, a felhők ugyanúgy legyenek, ez nem lehet megcsinálni, nem lehet. Tessék valamit. Hát meg minden perc rengeteg pénzbe kerül. Tehát minden perc. Ki van az egész stáb. Igen. Na de az óceánon. Az óceánon. És az van arra pénz, nem azért, csak hát
Ezek csak gombok, amik neked óriási pénz, az neki csak gomb. Tehát annyi milliót bekaszál rajta, hogy gomb. Tehát azt hiszed, hogy neked kifizet 5000 forint, vagy 15000-et, akkor pú, milyen jó kerestél. Hát az neki csak gomb. Olyan, mint egy ingom. Jó, neked is annyi, leesett, jó van. Nem ugrok érte a Dunába, leesett, lepattogott, és legurult az ingomom a Lánchídról, beleesett a Dunába, hát azért nem ugrasz fejest után, nagy ingomja. Tehát ez ugyanolyan, nem, nincs neki nagy jelentősége. Tehát ezek a felvételek azért ahhoz képest mégiscsak drágák, amikor már egy egész tábbal kell kivonulni az utcára. Mondom, nem tudja megismételni, nem olyan lesz a felhő, a fényviszony, a helyzet, nem tudja megismételni, vagy az egészet újra kell fölvenni, de akkor is lesznek problémák. Mert nem úgy van, a fény nem olyan, sok probléma lesz vele, ami már rögtön látszik. Tehát ezért szokták fölvenni a csendet például. Fölveszik a csendet, komolyan. Azt gondolod, hogy olyan csend van, ú. Na, hát nálunk a némely felvételben hallatszik, amit a lelkész iskolában csinálunk felvételt, ott van egy nagy akvárium, amiben bugyog a levegő, meg megy a pumpa, meg a szivattyú, meg mit tudom én, ami nem zavaró hangot ad, nem zavar. Nem is zavar minket, úgy beszélgetünk, nem is halljuk. De amikor megálltam a Dumával, akkor ennek a kamerának az automatikus erősítése így rákezd erősíteni, és egyre jobban erősíti, és akkor egyszer csak megjelenik a háttérben, megjelenik a akvárium pumpának a hangja. Mert ő próbálja hangot megkeresni, ez a kamera, hogy próbálja automatikusan megkeresni. Volt ennél sokkal rosszabb is, annak idején itt a színházteremben ilyen URL mikrofonnal adtam elő, és az URL mikrofon, hogyha egy kicsit is nem beszéltem, az nagyon gyorsan állítódott el így, és akkor csak egy, mit tudom én, egy 3-4 másodpercig nem adtam hangot, akkor az elkezdett így egyre zajosabb sistergést csinált. Ahogy megszólaltam, megint jó volt, de nem lehetett abba hagyni, szóval tulajdonképpen folyamatosan hangot kellett adni bele, mert nem adtam bele hangot, hát valami nagyon kellemetlen volt. Most már az új az nem olyan, az már kivárja, hogy én beszéljek. Az jó van beállítva. Tehát nem, az is elvállítódik egy idő múlva, de csak egy idő múlva. De hosszú idő kell hozzá, nem mindegy, hogy milyen az időtényező benne. Tehát ilyen UFO felvételeket nagyon sokat lehet találni az interneten, nagyon sok a hamisítvány, nagyon sokan pénzt akarnak csinálni már belőle, hogy lefilmeznek egy makettet, meg mit tudom én, micsoda. Tehát azt tudom neked mondani, hogy még a filmes kamerával készült, tehát egy nagyon korszerűtlen, nagyon régi ócska felvételen, meg tudom mondani holografikus asztalon, hogy csaltál vagy nem. Mert csinálok a te képkockádról egy hologramot, aztán visszaadom a képedet, viheted ezt a szart, de az a hologram attól kezdve már a távolságokat is fogja hordozni. Tehát meg tudom mérni a távolságot, hogy a jegenyefák milyen távol vannak a képen. Mérhető, mert sztereó képét tudom alakítani, és akkor avval én mérni tudok, hogy milyen távol vannak a jegenyefák. Igen, de látom az UFO-t is. Tehát látom, hogyha te csinálsz egy ilyen valamilyen filmet, és belemontázsolsz valamit. Azt én látom. Az látszik, hogy ezt a UFO-t te 50 centiről vetted föl, és te nekem el akarod adni, hogy ez ott leveg a táj fölött, de közben én látom, hogy 50 centire van, erre a távérőmről látom, hogy nevéskény, ez 50 centire van. Tehát amikor ilyen montázsokat csináltak, ezt a US nevé fejlesztette ki, mert ilyen anyusok beperelték a különféle ilyen matrózokat, meg kapitányokat, akik járták a világot, ilyen hajós kapitányokat, ilyen honvédség vagy katonaságnál, és ez beperelték, hogy ő csinálta a gyereket, és akkor beperelték, de aztán utána meg egy fényképet is közöltek róla, hogy ő ott van vele, lefényképező, és tudom én, de aztán ezek montázsok voltak, és megcsinálták, kidolgozták ugyanúgy, hogy hologramot lehetett róla csinálni, és lehetett látni, hogy nem egyforma távolságról készült a két fénykép részlet. Tehát amit oda belevág, kivágtak egy szereplőt, ráragasztották, az nem olyan távol volt, mint a kép. Tehát mondjuk a hajós kapitány az egy méterre hátrább állt.
a fényképen, és akkor ez nem látszik így ránézésre, tehát egy fényképet csinálsz róla, nem látszik, de ők csináltak róla ilyen mélység ábrázolást, és abból már ki lehet deríteni. Abszolút így van. És hiába csináltak ilyen, hogy lefényképeztek, ilyen montázsasztalon lefényképezték, mert meg lehetett mondani, hogy csalás. És az UFO felvételek is. Tehát, hogyha belógatod nekem ilyen Damilon a makettet, csinálsz egy ekkora makettet, és ott lóbálod, és akkor csinálod azt, hogy hát milyen hülye elhiszi, hát nem hiszem el, fölteszem a holografikus asztalra, és megbuktatlak téged. De akkor előtte fogadok. Előtte fogadok. Mondjuk 1 millióban. Mersz kockáztatni? Mert bizonyítani fogom, hogy te egy hülye vagy, de sokba fog neked kedveni. Ennyi a történet. Hát nem mer fogadni általában, ezek mind elszaladnak. Rájön arra, hogy hát nem. Mert tényleg van holografikus asztal otthon. Ez nem nagyon sok helyen van, hogy 2 millió körül van egy ilyen asztal, és egy másik szóval ilyen jó nagy dög. És hát most nem tudom arra rakni egyedül már, mert most már elmúlt a 20 éves, és már ilyen, a cucc már jó nehéz, hogy elhagyja magát. És az a lényeg, hogy azon lehet csinálni róla egy térbeli képet, tudnék mindenképp hordozza a térbeliséget is, mert a lencséken a futás idő eltérő. Tehát a lencse közepén nem annyi idő alatt ér át a fény, mint a lencse szélénél, ott vékonyabb a lencse. És ezért a két futásidő különbségből ki lehet utána kalkulálni egy hologramot, és attól kezdve már tudom azt, hogy milyen távol voltak a dolgok a valóságban. Tessék, parancsolj! Tehát akkor a digitális képet is vissza lehetne a... Digitálisan. Nem, de talán ha van két digitális kép, amit közvetlenül egymás után pukkantottál, avval lehet, hogy meg lehet csinálni. Digitális kép az más, nagyon más, mint az analóg. Az analóg filmre készült képek nagyon mások. A filmre, a régi filmes kép. Tehát olyan hologramot lehet csinálni, hogy te le vagy fényképezve a nagymamáddal, és bújsz a szoknyája mögé, nem látszik az arcod. Bújsz a szoknyája mögé a nagymamának, ilyen nagy szoknya volt rajta valami, és nem látszol. És kis gyerekecske vagy, 2 éves mondjuk. És ha csinálok róla egy nagyon széles hologramot, akkor a széles hologramot oldalról megnézve látom a nagymama mögött az arcodat. Képzeld el, ami így nem látszik a képen, és mégis rajta van. Mert az a kép is térbeli, csak megfelelően kell megjeleníteni. Tehát ez ugye a nagyon szkeptikusokat jelzem, hogy a nagyon szkeptikusok nem tudják ezt. Tehát nagyon mondják, mert ők még valami régi technikával gondolkodnak is. Nem tudják ezt. Sztereotechnikus haveromnak mutattam, aki kimondottan ezt tanította, nem lehívott. A francba, hát mondom, igen, a francba, igen. Tehát, hogy nem hiszem el, nem hiszem el. Hát mit nem hiszel el? Amit most előhívok neked, aki és te képedbe hozd ide a képet, mutatod? Ja, hát akkor már nagyon cikk, akkor már hiába hazudozol össze, meg magyarázol össze, meg nem hiszem el ezzel, hát az kevés. Tehát az nem érv, hogy nem hiszem el, hanem tessék gondolkodni, tovább lépni, és én nem képzelem magam semminek. Én nem vagyok fizikus, biológus, kémikus, nem vagyok. De olyan szinten azért értem a kémiát, a fizikát, meg a biológiát, amilyen szinten az átlag ember nem érti. És én azért mondom ezt el nektek, meg ezeket az UFO-s témákat is, mert ezek érdekesek. Érdekes rajta gondolkodni. Nem kell elhinni semmit. Tessék utána nézni. Aki nem hiszi, járjon utána. Hát erről van szó, járjon utána. Ja, hogy csak azt mondta, az könnyű, hogy nem hiszem el. Hát járjál utána. Tehát amikor megmutatom neked a Szentkönyvbe, hogy hol van leírva ez az atomfizika, hol van leírva a Szentkönyvbe, akkor teljesen magad alatt vagy, ugye, mert egy hívő, az valami egészen mást képzel oda. És akkor én megmutatom, hogy a fenébe, de hát ez tényleg ott van leírva. Ott van leírva. Te elmentél mellette 1000-szer, mert az agyad még nem ért el odáig, hogy ezt megértse. És amikor valaki eljut odáig, hogy megértse, akkor ez jó. Ez jó dolog. Hát jó, amikor valamire rájössz, az valami jó, élvezetes dolog, hogy megvan, értem. Tehát megfejtesz egy keresztletén csontig, ahogy is örömet szerez, kész vagy vele. Nem úgy, mint a szomszéd, a menyem a szívét, az mindig 3-4 izét beleírt a keresztletényekbe, golyostollal, nem celulával írta vele,
De marhaságokat beleírt, aztán nem tudta megfejteni, félredobta. Én meg összegyűjtöttem ezeket, azt mind megfejtettem szépen. Mert hogy nem tudott keresztelni, félte, nem volt annyi a műveltsége, de ő nagyon próbálkozott, tehát nem baj, az próbálkozom, az jó, egészséges dolog, hogy ezt meg akarta fejteni. Na itt van egy hologramnak a keletkezése, csak hogy ez egy érdekes hologram, mert hogy itt a tárgyról visszaverődött, ez nem a tárgyról visszaverődött, ez egy másmilyen hologram, amit a Peti felrakott. Van egy félig áteresztő tükör, egy lézer balra fönt, van egy félig át, ez a ferde világos kék 45 fokba álló ilyen csík, az egy félig áteresztő tükör. Azon keresztül átmegy a fény, meg errefele is visszaverődik. Az egy teljes visszaverődési tükör, azért két vonallal jelezte, hogy az nem félig áteresztő tükör, jobbra fent is egy teljes visszatükröződő tükör van, és akkor utána a mért dolgokat úgy mérik, hogy ezt a két referencia, igazából ez két referencia sugár, a két referencia sugárral össze lehet hasonlítani valamit, és akkor megjelenik a holografikus képernyőn. És akkor létrehoznak egy, ott hátul az a fehér kis függőleges vonal, az a film. Ezt általában filmre csinálják, nem kamerákkal, filmre szokták. Tessék, Pancsa! Én hallottam egy olyan dolgot, hogy valamilyen szinten mi is holografikus lények vagyunk. Igen. Akkor ezt az egészet kivetíthetjük igazából valamilyen szinten. Nem, a szabad hülyeséget kérdezik. Tehát itt nem arról szól a történet, hanem mert ez fényhologram. Igen. A hologram azt jelenti, hogy teljes ábrázolás. Tehát, hogy térbeli teljes ábrázolás. Ez se igazán teljes ez a fényhologram, de érdekes. Érdekes. Éppen egy magyar fedezte föl. Érdekes az is. A Gábor Dénes. És az a lényeg, hogy ez a hologram, ez fényjel történik. Az, amit te kérdezel, az nem fényjel történik, hanem a léthologrammal történik. Tehát a létezésben is hullámforrások vannak, a fényben is hullámforrások mennek, maguk a források mennek benne, és azok okoznak mindenféle furcsaságokat. A léthologram más, mert a léthologram az mindenen átmegy. A léthologramot nem lehet leárnyékolni. Tehát az, hogy föltesznek ilyen ezüst papír sisakokat a fejükre, hát azok ilyen dílisek. Tehát, hogy majd avval leárnyékoljuk engem, lehallgatnak meg mit, azok a dílis kategória. De, mert nem lehet leárnyékolni, a gondolatokat nem lehet leárnyékolni. Tehát te hiába veszel alumínium sisakot, vagy mitől, micsodát, amit gondolsz, azt lehet hallani a többieknek is, ha van ilyen képesség. Akkor látják, amit látsz, hallják, amit hallasz, és értik, amit gondolsz. És te érzékeled ezt az embert? Igen, de maga a léthologram az egy nagyon bonyolult, mert a sejtek azok, amik a lélek által vetített léthologramot, egy dinamikus, élő léthologram, nem egy ilyen statikus valami, ez egy ötdimenziós, nagyon bonyolult holografikus tér, és amit vetít a lelked. Az egy mozgó, élő kép. Nincs benne anyag, hanem csak egy képet vetít, az te vagy, az a téged ábrázol, de az összes atomodat ábrázolja, úgy képzeld el, minden részedet, minden kis részedet ábrázolja ez a hologram, és a sejtekhez ez odaér, ez a fénysebessége terjedő hologram, mert ez terjed ráadásul, fénysebessége terjed, és ebben vannak ilyen lagráspontok, meg, ahol az atomok lesznek majd. Tehát egy nagyon bonyolult valamiről van szó, és ez a hologram, ahogy kivetíti a lelked, a sejtek értelmezik. Odaér egy sejthez, akkor a sejt már tudja, hogy neki mit kell csinálni. Mert a DNS nem mondja meg neki, ez egy marhaság, nem mondja meg neki, hogy mit kell neki csinálni, hogy máj sejtnek kell neki lenni. Amikor már differenciálódott, tehát már egy májból kivett sejt, az már differenciálódott. Az már nem őssejt. Sokáig itt őrült harc volt az őssejtekkel. Olyan harc volt, olyan, mint az akupunktúrában. Őrült nagy handabanda volt, a konzervatív orvos tudomány mindent elkövetett, hogy hülyét csináljon azokból. Ugyanígy az akupunktúrában is betiltották az egészségügyi miniszter,
már hisztériázott meg. Minden volt, betiltották, hogy az csalás. Hát nem értette, hogy hogy működik ez, és csalásnak nyilvánította. Na de közben aztán mit tudom, meghívtak ilyen amerikai nagyarcú országírókat, meg ilyen szkeptikus professzorokat, meghívtak a kínaiak, és akkor beütöttek egy palit egy ilyen rendes faszékre, egy faszékre, és ráütötték úgy, hogy hát a szabadon volt, és itt rámaszkodott a széken, beszélgetett az újságírókkal, és akkor ide-oda beszurkáltak neki ilyen tüket, utána fölnyírták csirkeolóval a hátát, kinyitották, megoperálták a tüdejét, utána mindent visszavartak, megcsinálták, és közben beszélgetett az újságírókkal. De nem, két napig vele lettek az újságírók, és figyelhették, hogy nem kapott semmilyen fájdalomcsillapítót, sosem. Na, erre már a nagy szkeptikusok befogták a pagolesőjüket, ugye, mert hát mit tudott mondani? Hát láttam, hogy nem kapott semmit, akkor ez hogy történik? És akkor ez a nagy szájtépés az úgy csillapodott. Nem szűnt meg, a Magyarországon mindennél is jobban próbálták ezeket lenyomni, ahogy nagyon. Tessék, parancsolj! Hát teljesen hitet elmúlt, de valamiért beugrott egy, hogy két héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy a kis emberi léletet, amit így emberi léleknek nevezünk, igen, az jelen körülmények között 5 csatornán rögzítik. Pontosabban 5 csatornán érzi. 16-on rögzíti. 16-on rögzít, 5 csatornán érzi, 5 csatornán arról érzékelést érzékel, tehát arról tudunk, de rögzít a többi is, hát 16 igen csatornán rögzít. A kérdés az az, hogy amit így rögzít, és a tudatalattival beépít, mint információ, nyilván ebben benne van telepátia. Minden. Távolba érzékelés. Igen. Ezek ki tudnak hatni a tudatalatt, a feltudatra? Hogyne, abszolút, persze. Ezt hívhatjuk olyan, megérzésre? Olyankor mondják, hogy látomásodban, meg halucinál, meg ilyeneket mondanak rá, mert kihat a feltudatra, megjelenik neki valamilyen kép, ami nincs is ott, és akkor már ez bolond, és akkor adjunk neki pirosat, zöldet, kéket, megpróbálják ezt lenyomni. És lehet ezt erősíteni, ezt a... Érdekes volt, dolgoztam a pszichiátrián, nem bezárt beteg voltam, hanem dolgoztam a pszichiátrián. Én röntgenes voltam, de bent voltam a zárt osztályon is, bejártam, és volt kulcsom is. Valaki megjegyezte, hogy én voltam a bolondokházában, szénigaz. Voltam a bolondokházában, voltam a hárségen is, voltam igen, meg kivittem beteget, tudod, meg mit tudom én, mert a zsebőklinikán dolgoztam, és vittem ki beteget. De az nem azt jelenti, hogy én voltam a bolond, ő volt a bolond, én csak kísértem. Na, hát aztán majd eldől az idővel, hogy ki a bolond, de ez egy dolog. Na, a lényeg az, hogy ott volt egy nagyon érdekes. Ez egy nagyon hosszú folyosó volt a pszichiátriai klinikán az első emeleten, egy nagy hosszú folyosó volt az zárt osztályon. A legelső szobában meg a leghátsó szobában volt két beteg. És ezek általában egyszerre tört ki rajtuk a roham. Egy kutyát láttak jönni, amit nagyon féltek. Egy fekete kutyát, ez a sátán kutyája is jön, és ezek. Na de, mi volt az érdekes? Ezek pontosan egyszerre kezdtek el raprizni. És akkor bementem az egyikhez, és akkor na, mit látsz, hol látsz, és akkor mutatta, hogy ott jön, ott jön, ott jön. Ami gyorsan átmentem a másikhoz, hogy mit látsz, és az is úgy mutatta, de térbe. Mert annak nem ugyanott látta jönni, mert az a folyosó másik végéről este ki az ablakon, és látta, hogy jön az a fekete kutya. Mindig egyszerre látták a fekete kutyát. Na, de ez mi van? A párhuzamos univerzumban történt valami, amit ők láttak. Hát persze bolondnak voltak nyilvánítva, de közben ők tényleg egyformát láttak. Most egyformát hazudni, ne hülyeskedjetek már. És ezt nem egyszerre, hanem többször ellenőriztem, mert nagyon érdekelt engem a léleknek ez a titka. Tessék, ez azt jelenti, hogy a léleknek a 16 csatornája között van olyan csatorna, ami a párhuzamos univerzumokra van. Hát miért van 16? Pont 16 párhuzamos univerzumban, nem? Hát igen. Na most erre most hogy van ez? Pont 16 párhuzamos univerzumban. Tehát vannak olyan csatornái, és egy valakinél láttam ezt becsületesen leírva a Tony Nadernél. Valaki most küldte a könyv címét, de nem tudtam letölteni, megvan nekem a könyv. A Human Physiology az a címe, professzor Tony Nader. Na, a lényeg, ez egy orvos, aki a Rigvédát fordította át angolra, na de úgy, hogy orvosi szaktudással. És minden megvan angolul, megvan latinul, és megvan szanszkritul. Az miért érdekes?
Hát mert 3500 éve minden kis idegszám, minden kis rész meg volt nevezve, neve volt neki. Nem azt, hogy ezt hittük meg, azt hittük meg. Nem, mindennek nem, minden, de belül is, tehát az összes idegrendszer, a bélrendszer és minden, pontosan a gerincvelőből kijövő idegek, minden, hogy hová vezet. Ja, és azt is elmondta, hogy hogy mondjuk egy DNS-be ez a ACTG fehérjék, ezek melyik bolygónban keresztül vannak, hová vannak bekötve. Tehát a rettentő bonyolult asztrológiát is elmondott. Tehát egy olyan univerzális tudást adott át, hú, volt is lászáj tépés, úgy letiltották a csatornát és lelőtték a pályáról, ameddig beszélt. Aztán amikor nem beszélt, akkor már lehetett a szép elem, de azt lehetett. Virágocskákat vihettek meg, mert már nem volt probléma. De ameddig erről a könyvről beszéltek, szétzavarták, a tudósítói csatornát zavarták szét. És csak addig, aztán nem. Tehát innen látszik, hogy nagyon becsinált az orvostudomány, hogy hülyét csinál belőlük, mert hogy ő leírta azokat, amit itt 1000 éve nem képesek felfedezni. Az ott van leírva, de 3500 éve már ott van leírva. A sok beképzelt idióta, ahelyett, hogy elolvasta volna, ellenőrizte volna, nem járt utána, ha nem hiszed, járjál utána, de nem jár utána, csak nagy arcoskod. Hát akkor, bocsánat, így jártam, ez lesz. És ez ugye nem véletlen, hát az akupunktúra működik, de nem csak tűzszurkálással lehet akupunktúra csinálni. Ezzel az ócska, amit az izén itt árulnak a piacon, ilyen kis ócska cerkalézereket árulnak, ilyen 100-1000 forintért, vagy mit tudom, ilyen kis pici kis lézerecske. És lehet vele így világítani, meg mit tudom én, és piros vackokat árulnak. Hát a zöldet is, nekem van zöld is. Na de azzal a cerka lézerrel is lehet gyógyítani. Az akupunktúrás pontra rávilegett, az olyan, mint a megszorulnád. És nem fáj semmit. Csak egy kis fényel, nem égeti ki, meg szám, felejtsd el, nincs semmi. Nem éget ott semmit. És oda teszed, és kész. Hát valaki ilyen hölgy nagyon be volt indulva, hogy a gyerek, és akkor kinyírják a gyereket az iskolába, kifingatják szegény gyereket, mert kiégetik a lelkét, mi történik, mit csinál? Hát aztán kiderült, hogy a hővérő, az infravörös hővérőre azt képzelte, hogy a homlokára tartják, akkor le is lövik a gyereket, kész. Na most ez körülbelül olyan a próbálkozott a tévé távirányítóddal. Tartsd a homlokodhoz és légy vele öngyilkos. Szerintem a rohadt, büdös életben nem fog sikerülni. Na, mert az is csak egy ilyen led, ami világít, egy led, egy semmi, egy infraled. És azt csinálja a hőmérést. És ennyire nem tud semmit a világról, hanem azt rettegő, félti, jó anyai szíve, félti, persze, értem én. De ahelyett, hogy utána nézne, hogy ezben a hőmérőben mi a rosszság, méri a hőmérsékletet, meg hogy működik, hát arra már, az már nem fárasztja a kis anyacskáján, hanem elkezd sírálkozni, rettegni, pánikolni, mit tudom. De miért? Mert hogy a hőmérővel a homlokon lövik a gyereket, mert hát nem ilyeskedjétek már, parancsolom. Vagy éppen csuklon. Szerintem számít az... Nem voltál a levelező? Nem én voltam, nem, csak ahogy csuklón méri. Szerintem számít a színe annak a lézernek, mert a bioptron lámpánál is számít. Számít a színe, igen. Számít. Kezelni is lehet vele. Ez különböző hatást lehet elérni. Úgy van, a bioptron lámpánál is az van, hogy színszűrőket adtak hozzá, és a színszűrők marha drágán egy polarizált fényen megvilágítottak. Na most, van lapos tévétek otthon? Kinek van még régi hagyományos tévéje? Neked még hagyományos van? Megvan, azt nem használom, de van. De van. Nem az kül, hanem a lapos tévéken. Most figyelj, de a lapos tévé általában alkalmas arra, hogy JPEG-et lejátsszál vele. Az a JPEG az egy formátum a számítás technikában, képformátum, JPG. Az a képformátum. Amit fényképezőgépek jelentős része az ilyen JPG-vel fényképezés, és akkor meg tudod nézni az unokádat nagy képernyőn, mert a JPG-t meg tudod nézni. Na most számítógéppen bármikor lehet csinálni olyan JPG-t, hogy nagyon piros, nagyon zöld, nagyon sárga, nagyon kék, mindenféle szint tudsz csinálni. Ha más nem, akkor egy Word-nek a papírját kijelölöd pirosra, zöldre, kékre, a Word az ez egy szövegszerkesztő. A szövegszerkesztőben ki lehet, hogy milyen színű papírra akarsz gépelni a szerelmes leveledet, és milyen színű betűvel, azt is ki tudod jelölni. Na most a
kijelölöd a hátteret pirosra, és lemented, egy üres hátteret lementesz, és aztán ezt fölteszed ezt a jépeket, le lehet jépekbe menteni, fölteszed a nagy tévédre, van dioptra lámpád? Nincs. De van? Nem. Mert ez az. Mit csinál? Polarizált fénnyel, különböző színekkel megvilágít téged, ezt csinálja. Ez a gyógyító lámpa. Fél millióért. Most ott van az a szutyog tévé, ekkora képernyővel otthon. Fölteszel rá egy tuli pirosat, mondjuk, és eljúsz mesztelenül, és gyógyítod magad ingyen. Miért mondom, hogy nagyon süke boka vagy? Hát ezért. Mert ha tudnád azt, hogy a biotronlámpa az csak polarizált fénnyel, színes színszűrővel gyógyít, ha tudtad volna ezt, akkor nem vennéd meg már félmillióért azt a szart, amikor lefényképezek egy pirosat, piros terítőt lefényképezed és fölrakod, ha másképp nem megy, az is működik. Fölrakod, eléjúsz a tévednek egy 10 percet, 4 órát és gyógyulsz tőle. Mert hogy ez a fény egy gyógyító, polarizált fény mélyebbre hatol a szervezetbe, a tévét polarizált fényt csinál. Egy nagy polarizátor van az elején, de ha nincs nagy tévéd, akkor a monitor is jó, a lapos monitor, ugyanolyan jó. A laptop is jó? Hát a laptop is jó, hát az is monitor, nem? Persze, persze, laptop is jó. A tablet is jó, de ezek mind jók, hát oda tartod, ahol beteg vagy, aztán jó van. Segedluka azért fáj, akkor ahhoz tartod oda, melyet fáj, akkor a melyethez. Hát most ezt meg tudod csinálni. Igen, csak nem mindegy, hogy meg testrészt milyen színnel. Hát aztán utána nézel, ugye? Utána jársz egy kicsit, hogy milyen színnel mit gyógyítanak. És akkor utána, ha valami nyavajád van, akkor ezzel ingyen gyógyíthatod magad. A wifi-t ne kapcsoljuk be közben lehetőleg. Micsoda? A wifi-t ne kapcsoljuk be az adathálózatok közben. De kapcsold a wifi-t, azt ki lehet kapcsolni legtöbbször. De valamit akartál? Van? Nem. Nem akartál. De akartál. Ezzel a fénnyel kapcsolatban csak az igazából kérdés is, meg kijelentés is, hogy a csakrákra lehet még vonatkoztatni, mert ugye, hogyha a csakráknak megvan ugye minden színe és érzés... Alul a piros, felül a kék. Ibolya. Igen. Hogyha így nézzük, akkor így is... Hát persze. Ezért mondtam, hogy a piros, a segedülről rakom is látszik. Mondjuk én ilyen, néha ilyen vulgárisakat mondok, de ezt mindenki megérti, tudni. Az van, hogyha szakszavakat mondok, nem érti meg. Mert én ánuszt is tudok mondani a segelukára, csak azt nem fogja érteni. Igen, de a piros, az tényleg jó helyen. Hát, azért mondom, persze, a gyökér csakra, a piros. Torok csakra. Torok csakra. Igen. A színei megvannak, és akkor oda teszed mondjuk egy ilyen tabletet, oda raksz magadnak egy 4 órára, lefekszel az ágyon, nyakadra rakod, az kész. Semmi bajod nem lesz, ártalmatlan fény. De mégis gyógyítani fog, mert azok a sejtek azt igénylik, azt a színű fényt, amivel igazából föltöltődnek. Tessék majd észrevenni, hogy azért kell néha napozni, meg azért kell állandóan új kaját enni, mert abból nem csak meleget hozol létre, hogy a tested meleg legyen, hanem az anyagcsere, az lecseréli a rossz anyagot jó anyagra, vagyis hogy a elfáradt anyagot lecseréli fénnyel tele anyagra. Tehát a kajádban az van, fénnyel tele. Ugye a növény kirakta így a levelét, te a soskát megcsináltad spenótnak, megeszed, de benne van a fény az atomjaiból. És amikor azt te megemészted, akkor az, ahogy darabolod el, melegít is téged, hát átjár a testedet egy meleg is, keletkezik, de közben ez az anyag belekerül a véráramodba, és akkor elhagyja a sejtekhez ezt a fénnyel tele atomot. És a sejtek visszafele küldözgetik a fénytől kiürült atomokat. Ez az anyag csere, hát cseréled az anyagot. A csontjaidban ugyanez van, hogy a csontjaidban vannak csontépítő sejtek, meg csontlebontó sejtek. A csontlebontó sejtek állandóan bontják lefelé a csontot, a csontépítő sejtek meg állandóan építik. Mi ennek az értelmet? Miért nem hagyják békén, ugye? Mert igen, csak hogy ahogy te jársz, mész, hajlítod a csontjaidat, nyomod, kinyomod belőle a fényt,
egyre fáradtabb lesz, ez csak eltörik. Mert nincs benne elegendő fény ahhoz, hogy a kötéseket meg tudja őrizni. Mert olyan kötéseket kell neki megőrizni, amiben valamennyi fény kell, mert így van benne előírva, hogy együtt maradjon az atom vagy a molekula. És akkor elkezd elfáradni és tönkre megy. Logikus az egész. Ugye? Mindenhol ott van. Logikus. A biológia is tökéletesen logikus. Minden. Csak össze-vissza hadoválnak ahelyett, hogy kutatnának. Mert már mindenki csak a másikat lesegett, hogy mit tud ellopni. Hát ez így nem jó. Kinevelt egy ilyen hülye réteget, aki ilyen önző, kapzsi, egymást lesegető, hát ha nem a KFK-nak az vezérigazgatójától hallottam volna a mondatot a rádióban, akkor azt mondom, hogy hát nem. Hogy azért dolgoznak a munkatársaiban, nagyon utálják egymást. Érted? Mondom, jó, jó ti munka az ilyen, ó, nagyon jó. Tehát azért dolgoznak, lesegetik egymást, gyűlölik egymást, de közben milyen jó, hogy gyűlölik egymást, mert ezért dolgoznak. Hát de képzeld el, milyen az a munka? És milyen lenne a munka, ha szeretnék egymást, azt képzeld el. Nincs benne fény abban a munkáról. Ezért nem tud felépülni. Nem. Csak leépülni tud. Igen. Hát, kedves hölgyeim és uraim, úgy szépen elszállt fölöttünk ez a 3 óra. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor jövő héten csütörtökön újra találkozunk. Nagy szeretettel várlak benneteket.